Anyu, kérek egy léggömböt. Az anyukádé, nem jó? Lufit akarok! Itt van anyukád, miért nem jó? Múltkor felbasztam magam, amikor múltkor az a gírhes rendtergetés elkezdte baszogatni Balázs, tudod, hogy nem tudom. Mi a franc van ezzel a... Piára. Te ubul, ennél rosszabb helyre nem is küldhettél volna. Jézus, keres! Itt vagyunk, karakke! Tévedtem, ez rosszabb. Próbáld újra. Nagyon sok szervezet végezze remek munkát. Csak egyet mondj! Benszülött. Bálna. YouTube. Ekkora kamugépet! Mert nem segít rajtunk senki! Üdvözlöm ezt a több ezer fős szektát, aki itt összegyűlt. A magyar nyelvtan szabályai szerint a mondat végén levisszük a hangsúlyt! Ez egy nagyon rossz vicc volt. Most pedig bemutatom az én tervemet. A YouTube jövőjéről. YouTube. Jó néha nézni a drámát. Néha. De nem kell mögé bazd meg ilyen üzenetet, akni, tágítsd a véleményedet, törj ki a vélemény buborékból. Nem csak azt akarod lenni, hogy ölik egymást az emberek, mert az szórakoztató. És tényleg az. De én nem magyarul beszélek? Amúgy. Hát Bandi, néha nem amúgy, ezt tegyük hozzá. Iszonyat mennyiségű angol szót, és így kaparom az arcom. Ezért, hogy a magyar, mert nem tanulunk nyelveket. Amikor utoljára láttalak, még a térdemen lovagoltál? Hát, közben felnőttem. Nem. Ez így nem fog menni. Az egész kutyaütő. A monológok a levegőben jutott csatorna, valamint... Ez az... Einhorn, az Finkl! Finkl az Einhorn! Az én hülye! Tartsd a távolságot, Csúvi, de ne vegyék észre, hogy tartod a távolságot. Egy-két jó palacs már nem forog a medvehas, hát mit kívánsz, még többet jobban már. Nem nézek magyar YouTube-ot általánosságban sem, VR-t még annyira sem, de mondom, egyefene, bele fogok nézni a GTA Definitive Edition-ba. És így, hát ez egész jól lesz, Gyari! Habi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 b
lakmározik. Sallai Márk továbbra is nagy kanállal habzsolja a Nutellát. Ő régen letért már erről az ösvényről. Kis bundás kenyér. Bölcs vagy a bölcsek között, emberi formát Párizséval, ország szépsége Apollóéval betegszik. Bölcsnek neveztél, Rekál. De nem szeretném, ha holnap bolondnak neveznél. Tegnap elmentünk a katával meginni egy okszóba bölcsét, és olyan fincsi volt, hogy csak na. Láttátok Jessica-nak az Insta sztoriát? Annyira durva volt. Oh my gosh. Sokára 200 ezer feliratkozón van. Bosszant csak fókus csoport Ádámot, legyen meg minél hamarabb a 200 ezer. Valami nem stimmel. Az első pedig nem más, mint Applejack, úgy értem Linda. Ő pedig itt nem más, mint Fluttershy, úgy értem Flora. Mint Rarity, úgy értem Hannah. És Twilight Spark, úgy értem Tina. Ami ma történik az interneten, nem lázadás. Vesztettünk. Hagyd, hogy átjárjon. FBI, jobbra! Senki sem mondta, hogy jogom van elhallgatni! Samár, jogod az van a hallgatáshoz, csak képességed nincsen rá. Ki kell tartanom, mielőtt én is becsavarodom. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Uramisten! Olyan döntés született, miszerint nem fogjuk tovább folytatni a szinkronizálást a Insza színcsatornán. Ez performance volt. Ez produkció volt. Megvan a hozzáadott érték, és megvan hozzá a meglepetés komponens, és megvan hozzá a képzőművészet komponens.
Döntsék el, kit akarnak! Ezt a méltán népszerű művészt, vagy azt az olcsó, börleszben megnekedt zsukkomédiást! Az kell, amelyik nem a kacsa. Emma most megnézi az Elmo csatornát! Menjünk el közösen Magyarországért, mozgalom! Beszélhetnénk Mr. Elekkel. A kereszt neve... Vicc. Az első telefonbetyár hívásom, mit kell tennem? Csak kérdezd meg, hogy ismeri-e valaki. Vicceleket. Hol itt a vicc? Ja, felejtsd el. Oh yeah, Pride. 18 pluszos videó, let's go. Utálom ezt a csatornát. Ne, ne! Egy gyerekeknek szóló videóban, egy gyerekek szólónak játékban. Köszönök mindenkit, sziasztok, az én nevem! Uram, megennyi! Süsinek tetteti maga, de valójában okos, mint a tök. Há? Akár csak te. Nem tudom, egyáltalán képes-e valamilyen igaz érzésre. Internet. Generáció. Abból tanult az életet. Csak azt a valóságot ismeri, amit az internet nyújt meg. Összeházasodhatnánk, és együtt kifizethetnénk az adót. Itt egy csomó VLC logó, baszki. Kussolj már! Te kussolj, pöcs, ez vígjáték! Ezt a pillanatot megkeresem, és jelentkezek. Bejelentettek néhány eltűnést. Valóban? Nem nagy ügy, csak gondoltam, hát ha látta valamelyiküket. Sosem láttam még ezeket az embereket. Én sem gondoltam. Adj egy buszit el. Granda. A papa megijesztett. Egy gyerekkel finoman kell bánni. Ez több véleményű videós, sőt mindegyikre így van. Amit mond, azt a nézői azt nyilván átvehetik, mert nincsen saját véleményük, vagy éppen az nem olyan komoly. Továbbra is azt tudom mondani, hogy ez az összes vélemény videósra igaz. Élhetsz bármilyen kifogással, tartalomgyártóként a saját közösségedért és az abban megjelenő dolgokért felelősséggel tartozol, és a te feladatod fenntartani egy olyan erkölcsi értékrendet, amivel azonosulni lehet. Lássuk az igazat! De Balázs, ez mi a jó? A rohadt élet! Nagyon-nagyon szélsőséges. Túlságosan edgy vagy szitex. Ez non edgy. Ez nem jó. Szerinted ezzel bántasz engem, Korcs? Ups. The Raven Croaks-szal esetleg egy podcast lesz-e végre? Hát nem hiszem, hogy lesz podcast. Semmi értelme nincs. Ezzel igen. Foglalkozni. Tudod, a legjobban még hűlít ezek az új csatornák. Régiek is. Hát ez ennyi fos honnan jön. Az is rohadjon meg, aki ide behoz még egy brazil sorozatot. José Dom Padrafos. Négy kalóz, egy hajó a főszerepben. VR Pisti, a Bíró, Nessai és Ihanter, akció, dráma, vígjáték egy helyen. Az Állított Kanári március 20-tól már a mozikban. Egy rettenet beteg rajzolású fura, kissé torszülött rajzfilm, amit már gyerekként sem tudtam hova tenni. Kenny. Egy olyan úton indultál el, ahol nem tarthatok veled. Attól nem ismerjük egymást. Humoros volt. Kacagtam. Én teljesen megvoltam a Chip és Dale filmmel, nem tartom kizártnak, hogy visszatérek hozzá. Ha Chipet csapat fanként ült be abba a székbe, sokra ne várjál, létsz. Hogyha én úgy gondolom, hogy most itt azt kell mondom, hogy baszki, akkor kimondom azt, hogy baszki. Te! Daz is! Nyugi van! Azt javaslom, hogy egy kicsit lazuljál le. A komment a lényeg, és magának sok van! A jó k***nyát! Micsoda viselkedés ez? Semmi krix, krax, Dagobert úr. Ezek egyszerűen csak nárdolatlanok. Primitív kis agyuk csupa tudatlanság. Elméjük még nem alkalmas a gondolkodásra. Hey,
ha ezt a Puzsér valóban komolyan mondta, akkor a Robertet tényleg nagyon megviselhette a választási eredmény. Bűz lesz a hazugságtól, mint árnyékszék a szartól. Nincs rajta semmi. Nézzük meg, hogy mi van ténylegesen a zsákban. Lehet, hogy nem is ér annyit az egész. Oké. Szia! Jó, megéri. Nem elég, ha csak fossuk a szót a dologról. Egyetértek, a tettek beszélnek, nem a szavak. Tehát fejezzük be végre a fröcsögést, mert ennek semmi értelme, és lépjünk a tettek mezeire. Egyetértek, az egész csak időpocsékolás. A tanítás jó volt, a gyermeket megölték. Hát ja, minden ez ilyen, minden ugye, ezért. Más nem érdekült, hogy ez az egész. Leszakad a pofán. Előítéletes, tehát azért, mert szép vagyok, nem kell beszélnem, igen? Aha. Nők, azt hiszik, azért, mert felvettem őket titkárnőnek, egyből lehetnek önálló gondolataik is. Amikor ilyen válsághelyzet van, csak az összetartás segít. Nem diktatúra van itthon. Az interneten köttetnek barátságok. Elvárjuk ugye a közszereplőktől, hogy hazudozzanak. Viccelek 10 000 forintért vett sorsjegyeket a nézők adományából, amiből lófasz se nyert vissza végül. You're a mean one, Mr. Grinch. Szeretnék felolvasni a legkedvencebb kommentemet. Ennél diszfunkcionálisabb csapatunk, hát már régen láttam. Test nekem is ne sokosáltom eddig. Teljes értékű személy vagyok. Hogy érted azt, hogy nem úgy nézek ki? Imádom a vígjátékokat! Az elveszett fiamat keresem. Biztos meg lesz a fiad. Te pedig biztos megleled apádat. Jeremy, mit szóltad meg a kenyerem? Mi csinálsz? Csak próbálunk a zenekarral. Elég baj, Frankenstein. Kész! Vége! Világgá megyek. Hát élet az ilyen? Amerre csak nézek, mindenhol síkság meg síkság. Szürkeség meg szürkeség. Ennyi szürke szín nincs is a világon, mint itt. Szürke a homok, szürke a ház, szürkék az oknik. Hát vedd tudomásul, hogy elmegyek egy olyan házhoz, ahol nem süketek laknak, hanem olyanok, akik megértik az én beszédemet.